Éppen zajlik a környezetismeret óra a Szekszárdi Baka István általános iskolában. A második B-osztály hétfőn tért vissza a karanténból, miután egyik tanárukról kiderült, hogy koronavírussal fertőzött. Az iskola igazgatója azt mondja, viszonylag jól megúszták eddig a járványt, nem kerültek sokan karanténba. Jelen pillanatban 4 kollega hiányzik, 3 pedagógus és 1 adminisztratív dolgozó, de csak 1 covidos kolléganő van. Az ő osztályában lejárt most a karantén. Gyerekek közül osztályonként 2-3 hiányzó, 1-2-3 hiányzó, sok osztály van, ahol egy tanuló sem hiányzik. Tehát nem gondolom, hogy bennünket már elért volna a harmadik hullám. Az alsós osztályokban nem könnyű feladat megoldani az online oktatást. Szülőnek, pedagógusnak egyaránt nagy kihívás, ezért Parra Katalin nem tartja jó ötletnek annak bevezetését az általános iskolákban. A Szekszárdi Garai János általános iskola és alapfokú művészeti iskolában jelenleg egy tanár van karanténban családtag betegsége miatt. A digitális oktatás bevezetése egyelőre nem került szóba náluk sem. Pekari Bernadett, az iskola igazgatója azt mondja, ameddig lehet, kitartanak ők is a jelenléti oktatás mellett. Én azt gondolom, hogy azért vagyunk pedagógusok, hogy ízig-vérig a gyerekek közelébe lehessünk, de természetesen minden esetben együttműködünk és alkalmazkodunk a kialakult helyzethez, tehát hogyha a helyzet úgy kívánja, akkor a digitális tantermi megoldással, illetve a digitális oktatással azonosulva a lehető legjobbat kihozva belőle próbálunk helytállni mindig a megadott időben. Dombóváron már nem ilyen jó a helyzet. Március 1-től 2 helyi általános iskolában is digitális oktatást rendelt el az operatív törzs. A bezárás előtt a József Attila általános iskola diákjainak több mint 40%-a karanténban volt. A hiányzások a többféle lehet, egyrészt valamiféle betegség, valamilyen felső légúti megbetegedés, de sajnos előfordul az, hogy családtag fertőződik meg, és ő miatta kerülnek a diákjaink karanténba, illetve a pedagógusaink betegednek meg, és így kerülnek osztályok karanténba. Jelenleg 7 osztályunk van hatósági karantén alatt otthon. A dombóvári belvárosi általános iskolát is elérte a vírus harmadik hulláma. Az igazgatónő elmondta, hogy 2 hét alatt nagyon megszaporodott a megbetegedések száma, mind a diákok, mind a tanárok körében. Hétfőn úgy indultunk, hogy az 52 pedagógusból, akik teljes állásban dolgoznak, 20 pedagógus nem tudta felvenni a munkát, mert vagy felső légúti megbetegedés, ami most nagyon gyakori, vagy egyéb megbetegedés a COVID megbetegedések mellett. Úgyhogy jelenleg az egész iskola hétfőtől online oktatásra tért, tehát egy hétre. Az intézmények könnyen átálltak a digitális tanrendre, hiszen az elmúlt tanévben kitapasztalták azt, de egyöntetően úgy nyilatkoztak, remélik, hamar visszaállhatnak a tantermi oktatásra. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere szerint a korlátozások következő lépése lehet az általános iskolák egységes bezárása. Erről azonban egyelőre még nem született döntés.